Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Péter Falvi Attila, annaik elnöke, szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. A beszélgetésünknek a tárgya tulajdonképpen a Pegasus lett volna, de ha megengedi, akkor ezt átsoroljuk másodlagossá. A minap telefonon beszélgetett, és szinte minden nap beszélget kievi jogtudományi egyetem rektorával. Sokszor járt ott? Igen, sokszor jártam az egyetemen. Még legelőször adatvédelmi biztos voltam, amikor a schengeni csatlakozásunk kapcsán az volt a kérés az unió részéről, hogy a nagy vízum kiadó helyeket ellenőrizzük, nyilván így Kijev is bele esett ebbe a körbe, és akkor a nagykövetségen javasolták, hogy a Kijevben van egy jogi egyetem, egy magyar származású rektora van, és az egyetemet, ha olyan személy megy ki Magyarországról, akkor meg szokta látogatni, és előadást is tart. Legutóbb mondták, Szili Katalin volt a vendég az egyetemen, és így én is kimentem, tartottam ott beszélgetést, előadást a diákoknak, és azóta rendszeresen kimegyek, ha időm engedi, és van egy együttműködési megállapodásunk is az egyetemmel, meg szoktunk hirdetni egy pályázatot, vagy adatvédelem, vagy információ, szabadság és a nyertes pályázók, 4-5 személy minden évben eljön Budapestre, és akkor különböző intézménylátogatásokat szervezünk nekik, alkotmánybíróságnál, országgyűlésnél, ombudsmannál, tehát van egy élő kapcsolat az egyetem és az adatvédelmi hatóság között, és természetesen, amikor meghallottam a háború kirobbanásának a tényét, akkor azonnal kerestem Jurit, Juri Bosickinek hívják egyébként, Kárpátaljáról származik, Ungváron van is egy családi házuk, de hát elmondta, hogy Kijevből nem tudnak kijönni, hiszen nincsen üzemanyag, olyan hosszú sorok vannak, hogy lehetetlen kijönni. Ő nagyjából annyi idős, mint én, tehát most már nem esik hadkötelezettség alá, de nyilván a fia igen, és hát mondta, hogy mint az egyetem rektorának is Kijevbe kell maradnia, viszont hát azon a környéken laknak, amely kormányzati negyedhez van közel, így nyilván félnek, de azt mondta, hogy a házuk alatt van óvóhely, tehát nem kell a metróba elmenniük, hogyha biztonságos helyet keresnek, úgyhogy borzasztó lehet az élet. Most éppen tegnap küldött át olyan fotókat, amelyek nyilván kint Ukrajnában jelentek meg a híradásokban. Bízunk benne, hogy nem lesz neki baja abból, hogy ilyen fotókat küldött ki, mert a médiát kellőképpen figyelik mind a két fél. Ez tulajdonképpen az első olyan háború, amiben a média is szerves részt vállal, és a fake newsok tömkelege mennek. Adatvételmi szempontokból a két legnagyobb városban állandó elsötétítések, kijárási tilalmak vannak. Tehát az izraeli tudósítók, akik a térségben vannak, tegnap a menekülő vonaton már a lengyel határ felé voltak kénytelenek menni, mert a munkájukat megnehezítették. Adatvédelmi szempontokból nem kéne, hogy a háború minden résztvevője betartsa az újságírónak és a médiának a szabadságát, vagy én hülyeségeket beszélek? Itt nyilván két szempont érvényesül, az egyik a hiteles tájékoztatás, és az a probléma, hogy a hiteles tájékoztatás hogy tud megvalósulni, hogyha a médiát elárasztják a fake newsok. Tehát itt a legnagyobb probléma az az, hogy a
médián keresztül történő tájékozódás az nagyon torz is lehet adott igen, esetben. Igen, önnek igaza van, muszáj, hogy megszakítsam, éppen ezért például mindaz a 9 izraeli tudósító, aki helyszínen van, mindig a tudósítás elején és a végén azt mondják, ezek a hírek, amik eljutottak hozzám, de nem biztos, hogy ezek a tények. Az viszont tény, ahol a téren most én állok, azt ezt és ezt látom, vagy a szállodai szobámból, ahol a függőt nem szabad széthúzni, erről tudok beszámolni. Igen, ezek nyilvánvaló, hogy valós információk, ezek a legfontosabbak az állampolgárok számára, de egy ilyen háborúnál, ahogy többször lehetett hallani, kiber térben is folyik a háború, akár előre összevágott, megrendezett korábbi valós képkockák felhasználásával, ami viszont torzítja a hiteles tájékoztatást. És ami a probléma, hogy ebben a szituációban nyilván nem működik az a fajta torzító szemlélet kikapcsolása, hogy én közvetlenül igénylek adatokat és kapok. Tehát a közvetlen információszabadság nem működik. Másrésztről, hogyha... Ennek köszönhető, hogy mi például attól a hírügynökségtől, akinek a leányvállalata Németországban dolgozik, de az anyavállalata Moszkvában, ezekben a napokban nem veszünk át híreket. Igen. A másik probléma... Sem képeket. Pedig ugye azoknak a felvételeknek a bemutatása, ahol sebesültek áldozatok vannak. Ugye itt a magyar vagy uniós gyakorlat értelmében ilyen felvételeket nem lehet bemutatni, ahol sérültek vannak. De nyilván ez egy rendkívüli helyzet, ahol viszont a tudósítás tényszerűsége adott esetben megköveteli, és általában ezek nem felismerhető képek. Ami még fontos kérdés, hogy ezzel a menekült áradattal kapcsolatban nyilván azokban az országokban is megjelenhetnek bizonyos adatvédelmi kérdések, amelyek kell valamit kezdeni kell, hiszen nyilván aki átjön a határon, főleg aki magyar állampolgár, magyar útlevele van, az kevésbé problematikus, mert bent van a rendszerben. De nem csak magyar állampolgárok jönnek, és mindenkit be kell fogadni ebben a szituációban, és olyan hírek is megjelentek, amelyekről nem tudjuk, hogy fake news-ok-e, vagy valódi hírek, hogy akár bűnözőket is kiengedtek a börtönből azért, a hogy bűnözőket kellőképpen például a lengyel határnál azért van olyan hosszú sor, mert az ukrán határőrség egyenként ellenőrzi őket, hogy bűnözők szerepelnek-e, vagy a kiengedett börtönből a menekülők listáján. Igen, erre próbáltam én is utalni, hogy ez egy sokkal nehezebb szituáció, hogyha tömegével jelennek meg olyan személyek, akiket viszont be kell fogadni, mert valóban háborús területről menekülnek, ráadásul Magyarország itt az első biztonságos ország. Tehát ez a fogadó országban is hatalmas. Ugyanakkor a nyugati média arról számol be, hogy a Magyarországra akkreditált nagykövetek nagyon elégedettek azzal, hogy a harmadik ország polgárait is, akik Ukrajnába tanultak, dolgoztak, szeretettel fogadjuk, és innét engedjük nekik a továbbutazásukat hazájukba. Hát még szerencse, hogy ez tényszerű és objektív vélemény. És ez olyan sajnos nem mindig. Magyarországról megjelenek, egyébként mi is a feleségemmel felajánlottunk egy balatoni kisebb lakásunkat, hogy amennyiben szükséges a nemzetközi gyerekmentő szolgálat is megkeresett minket. Nyilván mindenki tud segíteni, ezért nagyon-nagyon szomorú tény, hogy a politika még ebbe is beavatkozik fake news-ok gyártásával, és megpróbálja Magyarországot lejáratni. Ez rendkívül szomorú. Hát azok a politikusok, akik a háború hívei, azokra biztos nem fognak szavazni. Azok, akik magyar katonákat, illetve magyar fegyvereket akarnak egy háború kellős közepében küldeni, azokra normális emberek, akik még emlékeznek, hogy mi történt itt 1945 előtt, az első világháború, a második világháború. Vagy elég, ha megnézik azokat a képeket, amelyek a képeket, vagy hogyha megkérdezik a nagyszüleiket, vagy a szüleiket, azok biztos még akkor is, hogyha nagyon baloldaliak, nem fognak olyan politikusra szavazni, aki esetleg ezt preferálja. Pegazusz.
Nehéz a váltás, tudom, mert itt emberéletekről van szó, ott meg a törvények betartására. De a váltás annyiból kapcsolódik az előző, az utolsó mondatomhoz, hogy itt is nagyon szomorú tény, hogy a politika úgy bele trappol ebbe, hogy nem veszi figyelembe a tényeket. Mert lehet, hogy ők nem tudják, hogy a Pegasust miért hozták létre? Vagy politikai haszonszerzés. Tehát egész egyszerűen mégiscsak furcsa, hogy a hatóság lefolytat egy vizsgálati eljárást. Ahol azon poénkodnak, ugye, hogy én miért 2 héttel kezdtem. Nem kívánom senkinek, hogy előző ősszel Covid-ba elvesztettem a testvéremet és az édesanyámat. Azt gondolom, nekem is jár egy évben 2 hét szabadság. Ráadásul nem dőlt össze a főleg, világ. Az, hogy megjelennek hírek, hogy használták a Pegasust, a munkatársaim gyűjtötték az információt. Kérdem én, ha megszakítom a szabadságomat, és 2 héttel korábban jelentem be az eljárás elindítását, miben változik a helyzet? A kollégái elkezdték összegyűjteni az adatokat. Akkor is, ha ön itt van, vagy van akkor is, ha nem vagyok itt. Így tulajdonképpen egy komoly vizsgálat folyt, amit lehetett. Kinek az érdeke lejáratni ön? Nem tudom, nyilván az a megközelítés, hogy a hatóság nem folytatott rendesen vizsgálatot. Szóval mégiscsak furcsa, hogy a hatóság, ugye megjelent pár telefonszám 10 fölötti nagyságrendben, mi megpróbáltuk megszerezni a teljes 300-as listát, ha van egyáltalán ilyen lista, hiszen senki nem győződött meg a lista valódiságáról. Se a magyar, se a nemzetközi Amnesty International-től nem tudtuk beszerezni a listát, így magunk egy leválogatási módszerrel egy 100-as nagyságrendű számban vizsgáltunk meg előterjesztéseket, határozatokat. Erre mi volt Vadai Ágnesnek a reakciója? Hát csak 100-at? Miért nem az összeset? Ő nincs időt, nem tudjuk megkérdezni, tehát, mert... Nagyon furcsa, hogy semmi sem blokkádban felel meg, a televíziónkat. Ami a hatóság vizsgálatával összefügg. Tényszerűen nem igaz, hogy formai vizsgálatot végeztünk, tartalmi vizsgálatot végeztünk, mindegyik esetben megnéztük, hogy az előterjesztésben milyen tényállás szerepel, miért indokolt annak a személynek a megfigyelése, és miért ezzel az eszközzel kell megfigyelni, hogy a szükséges információkat beszerezzék. Ugyanezt megnéztük a miniszteri engedélyben, hogy az engedély szabályszerű-e, hivatkozik-e az indoklása a tényekre, stb. De ugye mi jelenik meg? Csak formai vizsgálatot végzett a hatóság, csak pipált. Remélem, hogy azért az Európai Bizottságnál komolyabban elolvassák a jelentésünket, hiszen saját szorgalomból a több mint 50 oldalas anyagot lefordítottuk angol nyelvre, úgyhogy a honlapunkon a teljes magyar és az angol variáció is elérhető, ami ebből a kérdéskörből nyilvánosságra hozható. És még egy fontos megjegyzés, hogy reméljük, hogy az is eljut az Európai Bizottsághoz, hogyha megnézik az európai jogot, hogy ez a terület, ez nemzeti kompetencia, hiszen a nemzetbiztonság, a nemzeti szuverenitás kérdése, az nemzeti hatáskörbe tartozik, nem uniós hatáskörbe. Itt szeretném megjegyezni, hogy Vadai Ágnes boldogan hallgatnánk, nagyon sokszor vendégünk volt, ám egy blokád után, amikor én az egyik polgármesterüket a 30-as évek módszereinek végrehajtásához hasonlítottam, blokád alá helyezték televíziónkat, a sajtószabadság jegyében ő nem jár be és nem nyilatkozik nekünk, úgyhogy nagyon sajnáljuk, pedig nagyon kíváncsi lennénk a véleményére, hisz ő különböző bizottságnak a tagja és egy nagyon értelmes, tanult hölgy, úgyhogy biztos kíváncsiak lennénk a véleményére, de jobb hián így beérjük az ön megállapításaival. Utána nézhető az ATV műsorán, hiszen az ATV műsor vendége voltam, és utánam jött ő, tehát eleve úgy kezdte, hogy na, a Fidesz beküldte a szóvivőjét. Szóval ezekre a politikai megnyilvánulásokra nyilván nem lehet reagálni, mert a tények senkit
nem érdekelnek abban a körben, úgy látszik. Biztos úr, nagyon szeretnénk Önt minél előbb viszont látni, mert érdekes a NAI munkája, nem egyszerű dolog, és az Európai Unión belül nagyon nagyra értékelik az Ön intézményét, amit vezet a NAI-hot. Szerencsére ott legalább megvan a presztise, valóban így igaz, hogy a hatóságnak nagy presztise van az európai adatvédelmi családban. Milyen adatvédelmi problémák lehetnek most a menekült hullám területén? Erről fogom Önt legközelebb kérdezni. Tessék készülni, hisz már is jelezték, hogy a beszélgetés szánt időnk az elmúlott. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában dr. Péter Falvi Attila, a NAI elnöke volt stúdiónk vendége, aki korábban adatvédelmi biztosként hasonló témákkal foglalkozott. Elnök úr, visszavárjuk mielőbb. Köszönöm a meghívást. Előzetesek, és már is jövünk, visszatartsanak velünk.